A járványhelyzet kedvező alakulása lehetővé tette, hogy augusztus 29-én újra megrendezzék a Városnapját Szekszárdon. A hétvége során a Babits Mihály Kulturális Központ is számos programmal készül, többek között kézműves udvarral, koncertekkel, gyermektáncházzal. A program sorozat sztár fellépője Karamell lesz, aki szombat este egy akusztikus koncerttel fogja szórakoztatni a közönséget. A várható eső miatt több helyszínen módosítottunk, amit folyamatosan hirdetünk most már a felületeinken. Szombat délelőtt a Holló Gyermekszínháznak a műsorát éppen ezért a piactéri plac ifjúsági épületébe helyeztük át. A hétvége során egy izgalmas Ninja Parkot is kipróbálhatnak majd a merészebb vállalkozók a Prometheus Parkban, vasárnap pedig egy ügyességi akadályversenyt is rendeznek a helyszínen. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt mondja, bár a pandémia miatt nehéz hosszú távra tervezni, szerencse, hogy a Városnapját meg tudják tartani szerényebb keretek között. Egy örömteli dolgot szeretnék még elmondani, hogy meg tudjuk tartani az ünnepi közgyűlést, és a díjakat, kitüntető címeket az arra érdemes személyeknek át tudjuk adni. A tervek szerint a Városnapi programsorozat egy különleges lézer show-val zárul majd a Béla Király téren.